Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a következő percekre. A Covid vezetett a fejlesztéshez a Baromfi feldolgozóban. Disznóvágást tartottak a bátaszéki székelyek. Második alkalommal rendeztek vízbajnokságot. Elűzték a telet bátaszéken. A nyugdíjasok új terveket szőnek az idei évre. Fennállásának 27. évfordulóját ünnepli a bátaszéki Baromfi feldolgozó üzem, mely egyidős bátaszék várossá válásával és kapcsolatukat ez alatt az idő alatt a kölcsönösség jellemezte. A Covid-járvány miatt a cég arra kényszerült, hogy saját hűtőházat hozzon létre. Az átadón Nagy István agrárminiszter azt mondta, a következő 7 évben háromszorosára nő Magyarországon az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztésére fordítható támogatások összege. A bátaszéki Baromfi feldolgozó üzem példaértékű a tekintetben, hogyan lehet megmenteni egy gazdasági vagyont olyan összefogással, melyben a résztvevők szívügyüknek tekintik a szakmát és a települést is, ahol élnek. Az egykori Barvár romjain 27 esztendővel ezelőtt létrejött üzem ma Magyarországon az ország 5. legnagyobb ilyen profilú cége, mely jelentős szerepet tölt be a város életének mindennapjaiba is. Mivel sok tulajdonosú cég voltunk, ezért mindig ez a közös út jellemezte a céget, hogy mindig látszott az, hogy én mindig becsülöm az egyszemélyes tulajdonú cégeket, mert ott a tulajdonosnak van egy nagy előnye, hogy ő egyedül dönthet el mindent, de viszont úgy meg nincs nagyon, nem mondja neki senki azt, hogy Józsikám, ne csináld, mert ez nem lesz jó út. Itt nálunk szerencsére többen voltak, és itt mindig szerencsére mindenki tudomásul vette azt, hogyha néha az volt hogy mondva, hogy figyeljetek fiúk, nem biztos, hogy ez lesz a helyes, menjünk inkább amarra. És ebből sose volt vita, mert valószínűleg mivel nem egy-két ember vitatkozott egymással, hanem több nézőpont találkozott, ezért az egyszerű többség azért meggyőzte azt a kisebbséget, hogy lehet, hogy én látom rosszul, kanyarodjunk inkább arra. És ez a fajta összefogás működik azóta is, és úgy gondolom, hogy ez az egyik fontos alapköve annak, hogy ide jutottunk. A most átadott hűtőház létrehozását a piaci igényekkel tették életre, hiszen a fogyasztás változása miatt olyan helyzet alakult ki, mely csak ilyen módon volt gazdaságosan kezelhető. Látszott, hogy azelőtt nekünk a fogyasztókapacitás az nem volt előtte stratégiai kérdés, mert nem voltak nagy készleteink. De a Covid az pont azt mutatta meg, hogy ez egy stratégiai pont, és kell legyen nekünk olyan tárolókapacitásunk, amivel le tudjuk kezelni ezeket a hullámokat. Hát amikor mi kerestünk tárolót, és ahogy mondtam a beszédemben, nekünk Győrig kellett menni, az is egy elég sokkoló információ volt, amikor láttuk azt, hogy marad meg napi szinten egy csomó áru, és akkor azt most be a teherautóba elvinni Győrig, és majd amikor egyszer el lehet adni, akkor Győrből hazahozni, és akkor onnan elvinni a piacra. Tehát tulajdonképpen ez a gondolat szült ezt. A Covid-helyzet hatására nem csak itt Bátaszéken, de országosan is át kellett gondolni a magyar agrárium és élelmiszer ágazat jövőjét, mondta Nagy István agrárminiszter, mely terület stratégiai ágazattá vált. A Covid-járványnak a nagy tanulsága, hogy ha ágazatok leállnak is, a home office-ba vonulnak is, az agrár élelmiszeripar nem állhat meg, mert mindnyájan minden nap enni és inni akarunk. És ez történelmi léptékű döntésre sarkalta a magyar kormányt, és az eddigi vidékfejlesztési források mértékét megháromszorozta a 21-27-es időszakra. Európában példa nélküli az, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékét ilyen mértékben megemeli egy tagállam. De azt hiszem, hogy a versenyképességünkhöz, a helyi megmaradáshoz, a helyi gazdaság erősödéséhez ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképes legyen, hogy az élelmiszeripari beruházások megtörténhessenek, ahhoz nagyon-nagyon szükséges ez a forrás. Hogy mindenki értse ennek a nagyon nagy volumenét, most egy évbe költünk el annyit ebben az évben például, mint amennyit megelőző 7 évben költöttünk el összesen. Ezért látszik az, hogy mindenütt épül és mindenütt fejlődik a magyar agrár és élelmiszeripar. Ez számszerűsítve 4265 milliárd forintot jelent a következő 7 esztendőben. Bátaszék és térsége jelentős kormányzati támogatásban részesült ebben a ciklusban, mondta Horváth István, Tolna megye egyes száma választókerületének országgyűlési képviselője az átadón. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor konkrétan Bátaszékre több mint 5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, ebből közel 2 milliárd forint az önkormányzathoz, illetve az intézményekhez, és mintegy közel 3 milliárd forint a vállalkozásokhoz,
hogyha figyelembe veszük azt, hogy a vállalkozásoknál jellemzően 50%-os támogatás volt, akkor a 3 milliárdszor 2 az 6, meg az önkormányzati, illetve a közszférában 2 az 8. Az elmúlt években 8 milliárd forint fejlesztés valósult meg Bátaszéken. Ezt is mutatja a jelenlegi beruházás is, hogy itt a gazdaság érintés, a munkahelyek nem csak megőrzése, hanem új munkahelyek létrehozása az jellemző a térségre, és ez lehet látni a gazdasági eredményekben is, ami a vállalkozásoknál mutatkozik, valamint az önkormányzat adóbevételében. A Baromfi feldolgozó üzem jelentős szerepet tölt be a város életének mindennapjaiban is, mondta Bozsadik Róbert, Bátaszék polgármestere. Ennek fejében a helyi önkormányzat az elmúlt 27 évben folyamatosan támogatta a céget fejlesztési elképzeléseiben. A település fejlődése és fejlődésének motorja mindig egy jól működő vállalkozás. 1995-ben alapult meg ez a gazdasági társaság, amikor városunk visszakapta, vagy településünk visszakapta újra a városi rangját, és hát egy kicsit mindig irigykedve figyeltük azt a robbanásszerű fejlődést, kicsit példaértékű volt a város számára is, és lehetőségeinkhez mérten próbáltunk segítséget nyújtani mindig ahhoz, hogy ez a fejlődés ne torpadjon meg, sőt mindig egy lépéssel előre haladva legyen meg a lehetőség arra, hogy minél több munkahelyet tudjon létrehozni, minél több család számára tudjon megilletést adni, fejlődéséből adódóan minél nagyobb mértékben tudjon hozzájárulni a város költségvetéséhez iparőzés adó tekintetében is, és hát köszönjük azt is, hogy 27 év alatt kiemelkedő mecénása volt a városunknak is, a településen működő civil szervezeteknek. Nagyon nagy összefogás kellett, hogy ez a gazdasági társaság 27 év alatt ezt az utat meg tudja tenni. Bízunk benne, hogy itt még nincs pont a mondat végén, és újabb lehetőségek kihasználásával tényleg egy olyan családi vállalkozás működhet majd településünkön, ami több generáció számára ad majd megéletést. A most átadott 880 négyzetméteres hűtőház 140 tonna fagyasztott árutárolására lesz alkalmas. A beruházás költsége 468 millió forint volt, melyet egy belügyminisztériumi pályázat biztosított. Az ünnepségen bejelentették, a fejlesztés következő szakaszára a kormány 500 millió forint támogatást nyújt. Egész napon át tartó disznóvágás rendezett a bátaszéki székelyek baráti köre. A közel 200 kg-os jószág húsából szalámit, kolbászt és hurkát készítettek, a konyhában az asszonyak pedig a vacsorára szánt húslevest és a székely galuskát főzték. Molnár Péter, az egyesület elnöke elmondta, hogy az elkészült finomságokból jut majd a húshagyati kedden megrendezésre kerülő programjukra is. A vacsorára közel 100 tagot vártak. Lázasan folyt a munka a bátaszéki székely közösség disznóvágásán. Az egyesület férfi tagjai az udvaron dolgozták fel a húsokat, az asszonyok bent a konyhában tevékenykedtek. A közel 200 kilós jószág feldolgozásában Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is aktívan részt vett. Bátaszéken mindig van feladat bőven. Épp ma a székely közösség vág disznót, 7:30-kor kezdtünk, egy közel 200 kilós jószággal, elég sokan voltunk rá, szépen haladunk, úgyhogy remélem estére a disznótoros vacsorára el is fogunk készülni, és finomabb székely ételeket fogunk majd enni. Hát mindenbesegét kezdtem, alapvetően a fő feladatom az a vérfelfogás volt, illetve a húsoknak a darabolása, a csikozása, most folyik a darálás, nem sokára utána elkezdünk tölteni, szinte mindenből kolbászt fogunk majd készíteni, de sokan vagyunk rá, és nagyon lelkes a közösség. Amíg a férfiak az udvaron tették a dolgukat, addig az asszonyok bent a közösségi teremben készültek elő a vacsorára. Egy hatalmas üsben már sórakoztak a székely galuskák, amiből tetemes mennyiséget főztek, hiszen közel 100 embert vártak vacsorára. Illésné Erős Ágnes elmondta, hogy hogyan készítik el ezt a székely finomságot. Ezt úgy szoktuk, hogy megvesszük a boltba, és hirtelen lesavanyítjuk. Az azt jelenti, hogy meglékeljük a káposzta közepét, és akkor beletesszük forró ecetes sós vízbe, amit ízesítünk csomborral, kaporral, babérlapival. És akkor, ahogy a hő hatására leválnak a levelek, úgy szépen leszedegetjük, lefájoljuk, az azt jelenti, hogy van a káposztának ez a megvastagodott része itt, ezt úgy szépen leszedjük, és ketté vágjuk, ha nagy a lapi. Gazdaságosan dolgozunk, egy lapiba 2 galuskát töltünk. Ez 18 kiló hús, és körülbelül leszünk 100-an itt ma este vacsorára. Úgyhogy rákészültünk a lapikkal, a hússal,
és lesz hurka kolbász, és üstbe főzünk levest, húslevest. Úgyhogy ilyen nagy volumenű lesz a ma este itt a terembe. Molnár Péter, a bátaszéki székelyek baráti körének elnöke elmondta, hogy az egyesület férfi tagjai közül sokan jöttek el segíteni a disznóvágásra, kicsit többen is, mint amennyi kézre szükség lett volna, viszont ezt egyáltalán nem bánta, hiszen a rendezvény célja nem csak a munka volt, hanem a csapatépítés, a közösség összetartása. Este 6 órától vacsora, közös vacsora, húsleves, főtt hús tejfölös tormával, töltött káposzta és sült hurka kolbász. És lesz egy kis zene, lesz egy kis tánc a végére. Tavaszba próbálunk belelátni, tervezünk egy népcsoportok közötti, nem mondom, hogy disznóvágás versenyt, de március 19-én szeretnénk, hogy egy közösségben és egy udvaron belül mindegyik népcsoport meg tudja mutatni, hogy ő hogy szokott egy disznót szétszedni, és ennek jövőjeként pedig valamikor Pünköst környékére tervezünk ebből egy nyitott kapuk utcáját, hiszen most már Bátaszéken, Mokos-Utlajos utcában vannak a németek, a felvidékiek és a székelyek is, és úgy gondolom, hogy ebből a disznóból, amelyet országgyűlési képviselő úr ajánlott föl minden népcsoportnak, ebből mindenki a saját szájíze szerint tudna elkészíteni ételeket, és ezeket megpróbálnánk a nyilvános közösség felé megkóstoltatni. Az egyesület hitvallása, hogy a székely néphagyományokat hűen őrizze, ápolja és továbbadja a következő generációnak. Ezt a célt szolgálta a disznóvágás is, ahol fel lehetett eleveníteni a szokásokat, enni lehetett a hagyományosan megfőzött népi ételekből. Nagy népszerűségnek örvend Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban megrendezett kvízbajnokság. Immáron második alkalommal szervezték meg a vetélkedőt, ahol 12 csapat mérte összetudását. Második alkalommal rendezték meg a Bátaszéki Művelődési Házban a kvízbajnokságot, ahol 4-6 fős csapatok mérhették összetudásukat. A vetélkedőre a bátaszéki csapatok mellett bajai és bonyhádi társaságok is neveztek. A versenyzők között kiszúrtunk egy igazi kvízrajongót, Gruber Lászlót. Mi nem régen vagyunk ebben a műfajban, eddig most 7 alkalommal szerepeltünk Bátaszéken, Szekszárdon, illetve Baján. Van abból 3 első helyünk, 1 második, 2 harmadik és 1 negyedik. Tehát így állunk, egy dobogót szeretnénk megcélozni, és azt mondom, hogy az szép teljesítmény lenne, remélem a csapatnak is. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára már több nagy televíziós vetélkedőben is megfordult, igen szép eredménnyel. Így joggal tettük fel neki a kérdést, nem tartja-e sportszerűtlennek a jelenlétét. Itt vannak velem a csapattársaim, akik jelentősen tudják gyengíteni a teljesítményünket szerényen. A Bátaszéken első alkalommal megrendezett vetélkedőn legalábbis így volt, hiszen akkor egy helyi csapat állhatott fel a képzeletbeli dobogó tetejére. És igazából nem is tudtuk, hogy mire számítsunk. Kicsit félve jöttünk, ugye, hogy alapműveltség, és mennyire vagyunk tájékozottak, meg mennyire fogjuk állni a sarat. Izgalommal jöttünk, de hál' Istennek nagyon szépen szerepeltünk, és megnyertük a januári vetélkedőt. És most bízunk abban, hogy címvédők leszünk a mai napon is. Persze sok mindenem múlik, szerencse is közrejátszik, de reméljük, hogy mai napon is jól fogunk szerepelni. Látszik a csapatok létszámán, most többen vagyunk egyébként, mint januárban, és januárban is meglepően nagy volt az érdeklődés. Én azt gondolom, hogy örülnek a felnőttek, hogy jöhetnek, játszhatnak, együtt lehetnek. Ugye lehet közben borozgatni, kapunk kis rágcsálnivaló, zsíros kenyeret. Tehát ez egy kellemes időtöltés, és hasznos időtöltés is, tehát művelődünk is közben, együtt vagyunk a barátainkkal, és másokat is megismerünk ezáltal. Telek Zoltán 2015 óta foglalkozik kvízjátékokkal. Elárulta, meglepően jól sikerült az első alkalom is Bátaszéken. Nagyon jól sikerült a kvíz, nagyon jó hangulat volt. Én picit meg is lepődtem abból a szempontból, hogy az első alkalmak mindig ilyen kicsit feszültek szoktak lenni. Akik eljönnek, azok kicsit így tartanak, hogy hú, milyen kérdések, mi lesz, ha nem tudom. De gyorsan, az első forduló után mindenki beleállt ebbe a dologba, és nagyon jó hangulat volt, én nagyon élveztem. Még egy hézakpótló információ. Karancskeszinek van egy Zákfalva nevezetű része, ahonnan Zács Felicián
származik. Mindig van tematika, ez egy hatfordulós kvízjáték, és mindig van egy olyan forduló, ahol csak egy formát kérdezek. Magyar várakról, zöldségekről, külföldi nevezetességekről. Ez hat kérdés, egy forduló. Ezek mindig úgynevezett tematikus kérdések. Vannak két olyan forduló van, ami általános kérdés. Egy olyan forduló van, ahol egy összefüggést kell kitalálni. Öt különálló kérdést teszek föl, és a hatodik kérdés az, hogy mi az összefüggés. Az előző öt kérdésben elhangzottak, vagy a kérdések, válaszok között mindig van valami fogalom, ami összeköti, ezt kell megtalálni. És van egy hatodik forduló, ami ilyen kockázati forduló, tehát az első öt fordulóban csak pontokat lehet nyerni, a hatodik fordulóban lehet veszíteni is pontokat. Egytől hatig ugye hat kérdés van, az első kérdés egy pont plusz vagy mínusz, a hatodik kérdés hat pont plusz vagy mínusz, és kockáztathatnak a csapatok, hogy válaszolnak rá, vagy nem válaszolnak rá. Ha válaszolnak és rossz, akkor mínusz pont, ha jó, akkor plusz pont ennek. Nagyon szoktak örülni, mikor plusz 4-5 pontokat is össze tudnak szedni, de hát itt azért nehezebb kérdések vannak. Én szeretek szórakozni, és másokat is szórakoztatni, és szerintem, hogyha ilyen általános jellegű kérdéseket, mindennapi tudást igénylő kérdéseket keverek olyan kérdésekkel, amikor írom a kérdéseket, én is meghökkenek rajta, hogy hát ez meg hogy van így. Ezek szerintem nagyon jó dolgok és gondolkodtatók. Picit azt mondom, össze is lehet veszni a csapattársaknak, mert ez elsősorban csapatjáték. 3-4-5-6 fős csapatok vannak általában. És az a jó, amikor egy közös tudás hozza ki az eredményt, ami egyébként vagy jó, vagy nem, de hát pont ez a lényeg benne. Végül nem sikerült a bátaszéki csapatnak megvédeni az első helyet. A Ponyhádiak fölényesen verték a mezőnyt. Talán majd legközelebb. A régi korok téliűző hagyományát, a kiszebá végetést és a búsójárást elevenítették fel Bátaszéken. A hagyományokhoz híven a helyi óvoda szervezte a családoknak is szánt programot, amit természetesen a legjobban a gyerekek élveztek. Ismét megrendezte téliűző eseményét a bátaszéki óvoda a helyi piac téren. A kicsik kereplővel és busókkal karöltve érkeztek a helyszínre. A programra idén is sokan ellátogattak, kicsik és nagyok egyaránt. A magyar busójárás több száz éves múltra tekint vissza. Farsang idején az emberek búcsút intenek a télnek, a busók pedig elriasztják a hideg időt. Simon Csabáni intézményvezető elmondása szerint ez már több éves hagyomány az óvodában. Ilyenkor a gyerekek a szülőkkel együtt ünnepelhetnek. Mondhatom, hogy hagyomány, néhány évvel ezelőtt kezdtük el, aztán az elmúlt évben ugye sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, de idén úgy gondoltuk, hogy most már talán ilyen szabadtéri rendezvényt megtarthatunk. Hívtuk a szülőket, én úgy gondolom, hogy nagyon örültek a szülők ennek a találkozásnak, mert tulajdonképpen az ősztől, tehát ez a téli időszak azzal telt, hogy nem tudtak bejönni az épületbe, csak a kapuig, az udvaron találkozhattak a gyerekekkel, meg hát az óvónőkkel. Úgyhogy ez egyfajta felszabadulás. Várjuk a farsangot, igazából ez a farsangi hét, a farsangi időszak nagyon nagy élmény az óvodásaink életében, de gondolom, hogy valamennyi kisgyermek életében. Már tulajdonképpen ez a hét már a farsang jegyében telik. Készülünk a pénteki igazi jelmezbárra. Tegnapi nap a gyerekek elkészítették a kiszebábjaikat, ráírták az óvónénik azokat a dolgokat, amiket ugye szeretnének megszüntetni a gyerekek, hogy úgy mondjam, várjuk a tavaszt. Ugye a mai nap pedig busójelmezbe öltözött fiatalokkal sétáltunk ide a piactérre. Bár szerették volna, de sajnos az időjárás nem tette lehetővé, hogy valamennyi kiszabábot elégessenek, mondja az intézményvezető. Viszont a héten majd valamelyik nap ezt pótolni fogjuk. A holnapi nap a német nemzetiségi csoportok farsangjával fog telni. Ők tánccal készültek, az aulában, bent az épületben fogjuk ezt fogják bemutatni, illetve hát a többi csoportnak is csoporttal együtt táncolni. Aztán, mint mondtam, pénteken lesz a nagy nap, amikor hát minden csoport beöltözik jelmezbe, és az egész nap ezzel a
farsangolással fog telni számukra. A Bátaszéki Nyugdíjas Klub Hajdan egy kártyaklubként kezdte a működését. Kártyázni már nem szoktak, viszont sokuk számára ez a közösség jelenti az egyetlen helyet, ahol kapcsolatokat tarthatnak fent. A város számára pedig azért is fontos a közösség, mert egyfajta jelzőrendszerként is működik, ha valakinek sürgősen segítségre van szüksége. Az idősek szervezete úgy indult, hogy kártyaklubot működtettek. És miután sokan meghaltak közülük, ma már nem is verik az asztalt. De a társaság fiatalabb tagjai életben tartották a szervezetet. Próbáltuk rendezni, hogy akkor fürdése, kis bálozás, kis ez az, ami tehát felrázta már a mikorosztályunkat egy kicsit, így mondjam. Most már mi vagyunk a régi öregek, akik megalapították végül is teljes egészében ezt az egyesületet. Az idősek programjait leginkább a közös fürdések és kirándulások teszik ki, már ha a Covid-helyzet mindezt lehetővé teszi. Mert ugye, amit tavalyi esztendőben elterveztek, addig tudták megvalósítani az ismert okok miatt. Elmaradt ugye az Erzsébet Katalin bálunk, szilveszter elmaradt, mert ezeket mind meg szoktuk tartani, és akkor úgy van családias jelleggel működik az egész. És hát most bízunk benne az idén, hogy talán több rendezvényt meg tudunk rendezni, mert hát megvannak a tervek, minden, hogy mit akarnánk. A klub jelentős segítséget nyújt a város szociális ellátórendszerének, hiszen egyfajta jelzőrendszerként is dolgozik. Ahhoz, hogy a városban bármit meg tudjunk szervezni, meg tudjuk mozdítani a város közösségét, annak legfontosabb alapjai természetesen a civil szervezetek, hiszen ők már eleve egy közösségben mozognak, és így rajtuk keresztül sokkal könnyebb elérni Bátaszék város lakosságát. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint egy 30 civil szervezetünk van, és különböző tevékenységet folytatnak. Vannak természetesen hagyományőrző civil szervezeteink, vannak sportolással foglalkozó civil szervezeteink, és hát van két nagyon aktív nyugdíjas civil szervezetünk is. Az egyik ugye maga a nyugdíjas klub, akik ma tartják a közgyűlésüket, és van a Napsugár Nyugdíjas Egylet. Érdekes, hogy két szervezetbe szerveződnek, de összességében közel 100 embert fognak össze. Egyrészt szerveznek maguknak különböző szabadidős programokat, másrészt azért tartjuk fontosnak a működésüket, mert ők tartják a kapcsolatot a saját korosztályukkal. És egy kicsit segítséget tudnak nyújtani nekünk abban is, hogyha adott esetben valaki mégis kívül esik az önkormányzat látókörén, akkor rajtuk keresztül tudunk informálódni, és adott esetben segítséget nyújtani. Bár Bátaszék költségvetése nehezebb évet jósol idén, és ez érinti a civil szféra finanszírozását is, Bozsalik Robert bejelentette, a lehetőségekhez mérten az idei esztendőben is hozzájárul a város a nyugdíjas klub működéséhez. Duda Lajos elnök azt mondta, nagyon reméli, hogy az idei évben könnyebb lesz megszervezni azokat a rendezvényeket, melyekkel színesebbé lehet tenni a szépkorúak mindennapjait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!